Bartók Béla gyűjtött a nyárád mentén 1914-ben, gondolják meg, 1914 áprilisában még mindenki azt hitte, hogy a világ rendben van, és néhány hónap múlva elkezdődött a pokoljárás, ami ma mai napig tart. Hát ebből az utolsó paradicsomi állapotból játszik most Dénes fiam egy juhait kereső pásztor történetét, és énekel Réka egy keservest. A 11. Őseny zenéje népzenei rendezvényen Bartók Béla gyűjteményéből is játszott a budapesti Juhás családi zenekar. Ők voltak a vendégek a helyi sportcsarnokban szombaton megrendezett esten, ahol színpadra lépett még az Adai Kócos és az Óbecsei Fokos zenekar, valamint a Kukuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület néptáncsoportja és fúvós zenekara. Az Őseink zenéje ugye az egyik legnagyobb fesztiválja itt a Vajdaságban, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy az idény kezdő rendezvénye a népzenei életnek. Az idén a Juhász családi zenekar a külföldi vendégünk, egy négytagú zenekarról van szó, és hát mivel célunk között szerepel az is, tehát hogy a fiatal kezdő zenekaroknak az affirmálása, így az idén meghívtuk a Fölszállott a páva vetélkedőn is láthattuk őket, a Becsei, Zóbecsei Fokos zenekart, és szerepel még az Adai Kócos zenekar. Szeptemberében alakult meg a Fokos zenekar egy régebbi formáció átalakulásával, és hát azóta működünk ebbe a formációba. Népzenével foglalkozunk, ugyanúgy az alföldi népzenével, mint az erdélyével, vagy pedig a magyarországival, és a fölvidéki népzenébe is egy picikét úgymond belekóstoltunk, elkezdtünk azzal is foglalkozni, és a zenekarnak a célja az, hogy ezeket a ránk maradt értékeket úgymond átmentse az utókornak, megőrizze őket, és ezt próbáljuk színpadra vinni ezen a rendezvényen keresztül is. A zenekar az egy családnak a tagjai, Juhász Réka énekelt, Dénes forrójázott hegedőt, én pedig az apukájuk vagyok, Juhász Zoltán, dudáltam, hegedültem. 5 gyerekünk van a feleségemmel, Sáringer Erzsébettel, és mivel az első megszületése óta, sőt korábban is a családban mindig magyar népzene szólt, ezért megtapasztalhattuk azt, hogy milyen, amikor zenei anyanyelv alakul ki a gyermekekben. Ez régen természetes dolog volt, észre se vették az emberek, ugyanúgy, ahogy magyarul tanultak meg beszélni a gyerekek, hiszen magyarul beszéltek körülöttük, ugyanúgy magyarul is tanultak meg zenélni. És ez a mi családunkban így teljesült, úgyhogy azóta amennyire tudom, hirdetem, hogy ez volna az út, és hát szerintem most már együtt hirdetjük. A Kócos zenekar tavaly januárban alakult, szóval most van pont egy éve, hogy együtt muzsikálunk, tamburázunk, 8 zenész van és 2 énekes, 2 primtamburás, 2 bassprimás, 2 kontrás és 1 bőgős. A tagok azok mind fiatalok, különböző korosztály vagyunk attól 18-tól egészen 28 éves korig. Most egy kisebb csoporttal jöttünk, de valójában ez egy nagy létszámú együttes, idősebbekkel is, és fiatalokkal is egyaránt. Tehát most csak többnyire fiatalok vannak. A zenekar pedig most 9 tagú jelenleg, és már nagyon régóta, tehát ahogy a falunk megalakult, mindig voltak zenekarok, és ezt a hagyományt ezt megtartottuk, és ezt mai napig ezzel foglalkozunk és műveljük.
egyre több helyről érkeznek a látogatóink is, tehát nem csak Vajdaságból, hanem Horvátország, Szlovénia és a Kárpát-medence magyarok lakta vidékeiről jönnek, nagyon sok külföldi vendégünk is van, és hát ez természetesen egyre nagyobb szervezéssel is jár. Ami nagyon fontos számunkra az, hogy a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvényé nyilvánította az őseink zenéjét, és a rendezvény pénzelését és szervezését immár nem csak Szent Tamás község önkormányzata, hanem a Magyar Nemzeti Tanács is magára vállalta és segíti. A színpadon játszottunk Nógrád megyei, Zoborvidéki, Somogyi, Székelyföldi és Gyimesi zenét. Igazából a fő tájegység, amit ápolunk és szeretünk, az a délalföldi népzene, ugye az a miénk, azt szeretnénk továbbvinni, és azt szeretnénk kicsit megismertetni az emberekkel, ugye, mivel ez a mi tájegységünk egy kicsit feledésbe merült, nem csak itt, de úgy a Kárpát-medencén belül minden irányba, és ugye ezt szeretnénk továbbvinni, de ez mellett foglalkozunk persze más tájegységekkel is, így például a csávási népszene, a kalotaszegi, akár a vajdaszentivány, meg hát sorolhatnám igazából jó sokáig, ezek például azok, amiket a zenekaron belül mindenki kedvencként zenél.
igazából mondjuk most a felszállott a Páva népzenei rendezvény, a Duna TV-nek a népzenei rendezvénye megkönnyítette egy kicsit a dolgunkat, mert hát úgy gondoltuk, hogy talán azokat a zenekarokat kell elhívni, akik ott fölléptek, és hát ezt a régiót, ugye Vajdaságot mutatták be és képviselték. Sokan mondták, hogy ez a tévés vetélkedő úgymond nem a népzenének az átmentésére szolgáló legmegfelelőbb eszköz, de sajnos ebben a mai világban, vagy nem is sajnos, talán ez az egyetlen módja az, hogy tömegeket megmozgasson ez a mozgalom, és hogy új emberek elé tárja ezt a kultúrát, amit igazából mi képviselünk, és amit át szeretnénk adni másoknak. Mi is részt vettünk ezen a rendezvényen, sajnos nem jutottunk tovább, de egy nagyon nagy tapasztalatot és tudást kaptunk ott, amivel tovább tudunk mink is fejlődni és javítani a munkánkat. Úgyhogy szerintem igen, nagyon sokat segít, és szerintem a fiatalságot még jobban ösztönzi erre, és még jobban megszeretteti az emberekkel a népzenét és a néptáncot is szintén. Ide eljönnek azok az emberek, akiket ez valaha megérintett, vagy szeretnék, hogy megérintse őket, és nyilván meg is fogja érinteni, és akkor ők is valahogy elkezdenek visszakanyarodni a zenei anyanyelvükhöz. Úgyhogy nagyon lassú ez a folyamat. Hát nyilván sokan vagyunk, akik jobban örülnénk, hogyha sokkal előbbre tartana, de mivel folyamatosan erősödik, ezért semmiképpen sem kellene elveszteni a hitünket, vagy kételkedni akár abban, hogy ez meg fog valósulni. Az magyarságnak megint lesz zenei anyanyelve. Szerintem nagyba hozzájárt, mert az olyan emberek is megláthatták, hogy milyen, mind akik soha nem voltak így előadáson, akik még nem látták a néptáncot, vagy a népzenét, és akkor így most már ők is tudják, hogy milyen. És tévén keresztül láthatták ezt az egészet. Sűrűsöti felhők vándorolnak az égen, maradásom nincs ezen a Kedves édes
Most már kezd rutinossá válni a csapat. Hát természetesen itt ugye, ami nagy váltás volt tavaly a 10. jubileumi rendezvényen, az az, hogy hát elhagytuk a régi helyszínünket, a Szent Tamási Jován Jovánovics Máj általános iskolát, ugyanis kinőttük. Tehát egy nagyon meghitt és jó helyszín volt az számunkra, de át kellett költöznünk a Szent Tamási sportcsarnokba, mert sokkal nagyobb a befogadó képessége, és a szervezést is megkönnyíti, tehát gondolok itt a parkolásra és minden, tehát a vendégseregnek a mozgatására, a föllépőknek az elhelyezésére, a hangosításra, tehát nagyon sok minden apróság van, amire ilyenkor a szervezőknek gondolniuk kell. Tehát láttuk, hogy a Facebookon és ezeken a közösségi oldalakon a régi vendégek, akik már ugye az idén 11-szer jönnek majd a rendezvényre, nagyon sok olyan bejegyzés olvasható, hogy vissza kéne menni a régi helyszínre, a Jován Jovánovics Máj általános iskolába. Sajnos ugye örülünk, mert hogy kinőttük az iskolát, sok a vendégünk, tehát ez volt tulajdonképpen az oka annak, amiért átköltöztettük a rendezvényt erre az új helyszínre. Mikor mi ezt elkezdtük művelni, akkor annyira, tehát nem volt népszerű a fiatalok körében, viszont most így láttak bennünket így a tévében, és felszaladt a páván keresztül is bárhol. Tehát úgy kezdenek nyitni ebbe az irányba is, és nekünk ez nagyon jó. Tehát remélem, hogy ezzel a tevékenységükkel meg tudunk indítani valamit bennük, hogy ezt valahogy pozitív irányba lendítsük, ezt a tendenciát, hogy többet hallgassanak népzenét, figyeljenek fel ezekre a dolgokra, mert ez egy nagyon értékes dolog, és ez a mi kincsünk, és ezt nekünk ápolnunk kell. Hát van egy ilyen közösség, ami csak ezt csinálja, szóval a táncházakban általában ugyanazok az emberek vannak. Persze vannak olyan emberek is, akik elmennek, megnézik, hogy milyen az, de általában mindenki ismer így mindenkit így a táncházakban. Nálunk, tehát a mi falunkban ez nem, hogy, tehát nem népszerű, hanem valójában ez a mi életformánk, mert ezzel mindenki foglalkozik, ez nálunk egyszerűen a hagyomány, tehát ezzel mai napig foglalkozunk és csináljuk. Hát van egy érdekes dolog, hogy a mi falunkra szokták mondani, hogy Kupuszinán minden második ember zenész. Hát és ez valójában is igaz, mert nagyon sok zenész van nálunk, és igencsak nagy az érdeklődés a fiatalok körében is. Tehát nálunk működik még fúvós zenekar is, és ez a népzenei fúvós zenekar is. Ha a városban nézi az ember, mondjuk Budapesten, ahol lakunk, akkor ez valóban nem nagyobb kör, mint a bélyeggyűjtők vagy a szalzatáncosoknak a köre, a táncházasok köre, bár valószínű, hogy azért nagyobb. Ha már a néptánc együtteseket is hozzáveszünk, akkor már megdöbbentően nagy a létszám. És hogyha azt nézem, hogy az Óbudai Zeneiskola tanáraként évről évre tapasztalom, hogy jönnek a gyerekek meg a fiatalok tanulni fúvószenét, akkor meg azt kell mondjam, hogy nincs elveszve semmi, sőt egyre jobb a helyzet, mert az érdeklődés növekszik. Zápor eső csuhaj.